Megszavazta ma a képviselőháza a Monika Anicio oktatási miniszter ellen benyújtott egyszerű indítványt. Az ellenzék szerint ugyanis a tárcavezető okolható az oktatási rendszerben kialakult káoszért, amely miatt diákok, szülők és tanügyi alkalmazottak bizonytalanságban éltek hónapokon át. Ma kellett volna döntenie az Alkotmánybíróságnak arról a rendeletről, amely szerint a 2020-as helyhatósági választások dátumát a parlament szabja meg organikus törvénnyel, legkevesebb 75 nappal a voksolás tervezett időpontja előtt. A taláros testület a döntést június 3-ára halasztotta.